Kossuth Rádió. Aranyalap. Ha nem jó egy film magyar szinkronja, akkor sokan szokták azt mondani, hogy nem jók a színészek, akiket választott a szinkronrendező. Viszont hogyha jó egy filmnek a magyar szinkronja, akkor meg általában csak a színész szokták elővenni, hogy ő milyen zseniális. Hát így működik ez általában a nézők fejében, de mi ezen ma változtatni szeretnénk. Ezen a tarthatatlan helyzeten szeretnénk változtatni. Így van, mindent megteszünk. Ez a Magyar Változat című szinkron műsor itt a Kossuth Rádióban. Üdvözli önöket a két szerkesztő műsorvezető, Gyulai Gábor és Kovács Gellért. És mai vendégünk, aki ezen a sztereotípián valószínűleg változtatni fog, Aprics László, az egyik legfoglalkoztatottabb, legnagyobb becsben tartott magyar szinkronrendező, aki tanít a Magyar Filmművészeti Egyetemen is. Rengeteg nagyon híres sorozat kötődik a nevéhez, és számos mozi és tévéfilm. Például egy olyan filmklasszikus is, mint amilyennel most indítunk. Harry, vedd fel, légy szíves! Miért akar taxizni Bickel? Nem tudok aludni éjjel. Arra ott vannak a pornómozik. Igen, tudom, már kipróbáltam. És most mit csinál? Hát lődörgök, hol metróval, hol busszal. Azt gondoltam, ha taxival csinálnám, ugyanezt még fizetnének is érte. Hajlandó éjjel a külvárosokban dolgozni? Dolgozom én bármikor, bárhol. Zsidó ünnepeken is hajlandó? Bármikor, bárhol. Na jó, hadd lássam a jogosítványát. És mi a helyzet a büntetésekkel? Nincs. Tiszták a papírjai, mint a lelki ismeretem. Humorizálunk, ismerem a fajtáját. Mindenkiből hülyét akar csinálni. De velem nem fog szórakozni, mert egy-kettő odakint találja magát. Megértette? Elnézést, uram, nem akartam megbántani. Betegség? Semmi. Életkor? 26. Iskolai végzettség? Jártam egy-két helyre. Katonaság? A kitüntetéssel szereltem le 1973. május 19-én. Hol szolgált? A tengerészetnél. Én is tengerész voltam. Szóval mi legyen? Nappal melózok? Valami extra meló kell? Nem, csak éjjel szeretnék dolgozni. Mikor kapok választ? Hát jó. Tölts ki ezeket a papírokat, aztán holnap műszakváltáskor gyere vissza. Ez volt egy részlet a Taxisofőr című, hanem tulajdonképpen már születése pillanatában is klasszikusnak számító drámából, Martin Scorsese rendezéséből. A magyar változat mai vendége pedig az a szinkronrendező, aki ezt a szinkront is nagyon többek között készítette, ő Aprics László, akinek nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk. Szép jó estét! Jó estét mindenkinek! A Taxisofőr az ugye egy nagyon érdekes film, maradjunk is ennél egy picit. A szinkronja is érdekes, mert ugye nem viszonylag, hanem egészen komolyan későn készült hozzá szinkron, mármint a keletkezéséhez képest későn. Ez egy szinkronrendezőnek mennyire okoz dilemmát? Mert ugye Robert De Niro Taxisofőre alapvetően a késői 70-es évek hőse volt, az ember alapvetően egy korabeli magyar színészt képzelne hozzá, vagy ez ennyire nem zavarja be az embert, amikor szereplőt keres? Nem, hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a Taxisofőr esetében semmiféleképpen nem. 90-es évek elején készült a szinkron. Az az igazság, hogy ez egy olyan mozi, egy olyan film, aminél nem kellett azon gondolkozni, hogy valamit is az eltelt évek miatt változtatni kellene rajta, vagy modernizálni kéne, vagy aktualizálni kéne, vagy a aktuális közízléshez közelebb kéne vinni. Voltak a pályámon olyan filmek, amikor bizony el kellett gondolkozni azon, hogy kell-e valamit változtatni, mit lehet változtatni. Csak kicsit kalandozzak, a Sisi című film, a három részes Romy Schneider opuszom, az 50-es évek elején készült, és egy hát eléggé rózsaszín gicses történet volt. Ott például az ember gondolkozott azon, hogy hogy lehet ebből úgy, hogy meg is őrizzük mégis azt a korszakot, annak a kornak a stílusát, és mégis egy picit közelebb hozzuk a 80-as, 90-es évek közönségéhez, világához, a fiatalok számára is elfogadhatóbbá tegyük. Itt a Taxisofőr esetében ilyesmiről nem volt szó. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és persze nehéz volt, mert De Nirót addig még nem nagyon szinkronizáltak, illetve nem volt kialakult szinkron hangja akkor tájt még, és hát nagyon boldog vagyok, hogy a Rátoti Zoltán személyében tényleg fantasztikus színészt találtam rá, aki tökéletesen azonosult a figurával.
Ő sem retten meg attól, tehát a Rátati Zoltán leül szinkronizálni a taxisofőrt, ami már tényleg a filmtörténet egyik legfontosabb filmje. Mondani nem mondta, de talán így visszaemlékezve majd 20 év távlatából, azt hiszem talán egy picit azért megrettent a feladattól, és azt is mondhatom talán, és remélem a Zoli is így érzi, hogy az ő szinkron pályafutásában is egy kiugró alkotás volt, amikortól még feljebb emelkedett a pályának ezen a részén is. Még annyit érdekességként csak a taxisofőrre kapcsolatban elmondhatok, hogy iszonyatos botrány kerekedett egyébként a taxisofőr szinkronjából. No, a rajongók? Nem a rajongók. A rajongók nagyon jók voltak, mert mindenhonnan szakmából maga a szerkesztő, aki a filmet vette és a tévéműsorra szerkesztette, azok azt mondták, hogy hát tulajdonképpen azt hitték, hogy a taxisofőr leszinkronizálhatatlan, és hát ez annyira jól sikerült, hogy egészen elképesztő. Nem is ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy talán az első olyan film volt, amiben ennyire csúnyán beszéltünk. És emiatt aztán fel is jelentettek bennünket az akkori televízió. Mármint az ön pályafutása, vagy a te pályafutásodat tekintem, mert az előtte már volt 48 óra a Beverly Hills Zsarú. Hát körülbelül akkor tájt volt, de olyan, ami a magyar televízió vasárnap este 8 órás főműsor időjében ment, mert ugye más a mozi, a mozi szinkronhoz megengedett, hiszen az egy valamilyen szűkebb réteget érint, de az, hogy a magyar televízióban ilyen káromkodós, ilyen csúnyán beszélő film lemenjen, az óriási botrány volt, följelentettek bennünket, úgyhogy kaptunk is, hát végül is fegyelmit nem kaptunk, de dádát igen. Akkor ezen a humoros vonalon maradjunk meg, most Forgách Péter szólaljon meg szintén a Taxisofőr című filmből, és jöjjön egy Albert Brooks monológ, egy szatirikusabb éle a filmnek. Igen, tehát eddig elküldtetek 2 dobozt, abban lehet összesen 5000 jelvény. Na most, ezekre mindre a jelszavunkat tettétek. A nép mi vagyunk. A népet húztátok alá. Az újakon a mi legyen aláhúzva. Azaz a nép mi vagyunk. Szerintem pedig van különbség. A nép mi vagyunk nem ugyanaz, mint a nép mi vagyunk. Nem szőrözök. Figyelj, mondok egy egyszerű példát. Mi nem fizetjük ki a jelvényeket, fizesse ki nektek a nép, világos? Ő volt hát Albert Brooks a Taxisofőr című filmből, Forgách Péter szinkronizálta, és akkor már elő is jöhet talán a legklasszikusabb kérdés, amit egy szinkronrendezőnek föl szoktak tenni, de hát azért klasszikus, mert fel lehet tenni sokszor, hogy a szinkronrendezőt azt vajon hányszor szokták azzal támadni, hogy a fenébe adhatta ennek és ennek a színésznek azt és azt a magyar hangot, hogy miből gondolta, hogy ő jó lesz? Hát, amikor az ember megnézi a filmet, ugye, tehát amikor megkapom én már magyar szöveggel, akkor hát az ember saját belső világában, gondolatvilágában nagyon sokszor, már rögtön első nézésre is megvannak azok a magyar színészek, akiket elképzel. Ez persze nem mindig van így, nagyon sokszor nehéz a szereposztás. Én nekem az a nézem, és amikor az agyamban kutatok, hogy ki lenne jó erre a szerepre, akkor nem elsősorban a külsődleges hasonlóságok jutnak az eszembe. Természetesen, amikor valaki nagyon hasonlít valakire, hát óhatatlanul eszébe jut az embernek, de nem ez az elsődlegesen fontos. Ez alapvetően tévhit, ugye? Hogy nem az arcvonások. Nem, hát én legalábbis nem. Tehát én azt mondhatom, hogy nem az arcvonás, és még azt is mondhatnám igazándiból, hogy a hangszín sem igazán meghatározott. Tehát valakinek mély vagy magas, mennyire mély, mennyire magas a hangja. Nekem elsősorban az a lényeg, hogy abból a habitusból, amit ott a képen látok, amit az a színész játszik, abból a habitusból a magyar hang hihető legyen, annak feleljen meg, annak a színészi játéknak feleljen meg. Ehhez kell nagyon ismerni a magyar színészeket, tehát ez egy szinkronrendezőnek, de mondhatom bármilyen film, színház rendezőnek, az elsősorban feladata az, hogy ismerje a magyar színészt. Ismerje a színész stílusát, játékstílusát, játékmodorát, egyéniségét, nem baj, hogyha akár a civil magánéleti szféráját, mert akkor abból tudom, hogy az a színész mire képes, és ha az a színészben benne lakozik az, ami abban a figurában, a vásznon benne van,
akkor minden rendben van. Tehát, hogyha egy tévénéző, mondjuk így most már inkább az, hogy tévénéző, egy tévénéző nézi a filmet, és elhiszi, hogy abból a testből, abból a habitusból, abból a fejből, abból az egyéniségből ez a hang szól, és az teljesen egyé válik, akkor jó. Most, hogyha ez egy picit magasabb, vagy picit mélyebb az eredetinél, az nem feltétlen fontos. Ma már összehasonlítgatják, főleg a DVD lehetőség mellett, hogy a szinkronhang ilyen mélyebb, vagy magasabb, de lényegtelen, mert az a lényeg, ha magyarul nézed, akkor te elhidd azt, hogy az az ember beszél. Akkor most erre vonalra gyorsan rá is ülnénk, mert hogy van itt nekünk egy olyan szinkronunk, ez a 90-es évek elején készült, és Skip Gábor nagyon-nagyon szereti ezt a szinkront, és eszméletlenül vicces valóban. Szóval akkor megtörténhetett, hogy Mácsai Pál szinkronizálta Christopher Lambert nevezető színész, ez a Bizánci tűz című végjáték, és most ebből hallgassuk meg egy valóban felgeteges szinkron részletet. Köszönjük, hogy meglátogatott minket, Monsieur Cardinal. Köszönöm, hogy meghívtak. Az ENSZ török delegációjának tagja vagyok, a nevem Bakrán Osbárez Burzsárán. Üdvözlöm, Bob. Tudjuk, hogy ön is a bizánci tüzet keresi. Ön szerint kinél lehet? Elvisznél? Ellenőriztük. Van alibije. Mindent megteszek, hogy megtaláljam. A követ 800 évvel ezelőtt ellopták Konstantinápolyból. Vele együtt eltűntek Bizánc védőszellemei is, és a birodalom összeomlott. Úgyhogy az én számomra távolról sem elég, ha mindent megtesz, Monsieur Kardinál. Figyelmeztetem. Ne akarja, hogy olyat tegyek, amit nem tennék. Ha csak valakik meg nem tétetik velem azért, mert ők nem tettek meg valamit, amit valaki meg akar tétetni velük. Ne aggódjon, Bob. Sose tennék olyat, hogy megtétessek valamit valakivel, csak mert ez a valaki nem tett meg valamit, amit valaki meg akar tétetni vele. Örülök, hogy megértjük egymást. Én is. A Bizánci tűz című filmből hallottunk egy rövid részletet, Mácsai Pál, Rajhona Ádám és Kristóf Tibor mókáztak nekünk röviden. Azt kérdezném meg tőled, hogy ez a film egy 90-es években készült, igen-igen középszerű film, vannak humoros pillanatai, de nem egy átütően vicces darab, annak ellenére én nagyon szeretem, de pontosan azért, mert jó időben láttam, és ezzel a szinkronnal. Érzésed szerint, nyilván lesz ilyen, vagy mondasz ilyet, emlékszel olyan filmre, ami nem volt olyan jó, és a szinkronja olyan jó sikerült, hogy megemelte a film értékét? Hát most így konkrétumot nem, tényleg konkrétumot nem igazán tudnék mondani. Itt tényleg a Mácsai Pali, Rajhona, Kristóf Tibi, Revicki Gábor volt a Christopher Lloyd, Tóth Enikő, Détár Enikő, aki isteni volt. Nem tudom már, mit mondott, mikor mindig meglátta a gyűrűt. Mindenki nagyon élvezte, és tulajdonképpen annak ellenére, hogy mondhatjuk azt, hogy egy közepes végjáték. Talán valóban sikerült földobni a filmet. Így nem tudnék konkrét filmcímet mondani arra, hogy mi az, ami... De ebből kifolyólag azt elmondhatom, hogy igen, a szinkron tud javítani és tud rontani. Ja, az jutott eszembe egyébként, lehet, hogy őrült ötlet, de te, mint szinkronrendező, ezt el tudod képzelni, hogy tegyük föl, hogy van egy rettenetesen rossz film, de egy bődületesen rossz, egy Z-kategóriás akciófilm, amiben tényleg minden nagyon-nagyon vacak. Hogyha abban a filmben olyan szinkronhangok lennének, akik mondjuk Katona József Színház, vagy Örkény Színház, vagy nemzetszínészei, akkor el tudod képzelni, hogy föl tudja úgy javítani azt a filmet, hogy élvezhetőbb legyen? Hát minimálisan. Tehát ami nagyon-nagyon zsé azért már, hogy ezt a kategóriát használjuk, én is ezt szoktam, akkor azért a nagyon-nagyon rosszat nem. Én erre csak egy példa, hogy egyetlen egy dél-amerikai sorozatot csináltam, talán Tiltott szerelem volt a címe, és akkor én azzal mentem neki a dolognak, hogy na most én akkor ezt megmutatom, hogy ebből azért lehet európai közízlésnek megfelelő történetet csinálni, vagy közép-európai közízlésnek, és nem. Azt nem lehet. Bizonyos filmeket bizonyos szintig föl lehet hozni egy jó szereposztással. Volt szintén egy ilyen eléggé gicses, meg is jelent ilyen rózsaszín vagy szívkönyvekben a sorozat. Ott például kifejezetten a szerkesztő kérdése, hogy dobjuk föl. Az mondjuk nem volt zsé, de legyen C-kategóriás, ilyen gicses, krimi-szerű történet volt, és
Hát ott valamit sikerült fölhoznunk azzal, hogy a Tolnai Kláritól kezdve a Rátóti Zoliig, a Básti Juliig voltak benne, ott valamit lehetett javítani, mert élőbbé tették azokat a figurákat, azokat a szerepeket, azokat a jeleneteket, amik ott egy picit gicsesek voltak, túljátszottak voltak. Valamennyit le lehet belőle venni, és valamennyit lehet rajta segíteni, de egy ilyen zsé akciót volt részem nekem is, és nem egy pár. Ott mindig azt mondom, hogy mikor jönnek a színészek, és azt mondják, hogy jó, de rossz, csak azt mondom, hogy három tekercsig hagyom, hogy mondogassák, és utána azt mondom, hogy gyerekek, mindenki tudja, mit csinálunk, mindenki látja, ezt most felejtsük el, mi a magunk részéről csináljunk tökéleteset. Ami a mi részünk ebben a történetben, az legyen tökéletes, abban ne legyen hiba. Mi a mi részünkről tegyünk meg mindent, felejtsük el, hogy hú de rossz, meg hí de rossz, meg ha, jó hangulatban csináljuk azt, ami van, és a mi részünk az feleljen meg, az tökéletes legyen, abban hiba nem legyen. Amit mi ebben az ügyben meg tudunk tenni, azt tegyük meg, és kész. Nagyon jól ráéreztél, az előbb, hogy említetted Tolnai Klárit. Biztosan nem abból a filmből jön most részlet, amit mondtál, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon szép filmből. Ez az 1981-es... Ne is mondjuk meg. Nem mondjuk meg. 1981-ben készült, azt nem mondom, mert belekezdtem. Mehet. Tudod, miért jöttem vissza ilyen hamar? Az ösvény végénél. Nem emlékeztem, merre van a régi városi út. Bejebb mentem az erdőben, és egy rohadt fa sem volt ismerős. Halálra rémültem. Ezért jöttem olyan sietve vissza hozzád. Azért, hogy láthassalak. És azért, hogy biztonságban legyek. Itt biztonságban vagy te, Szamár. Mellette mindig biztonságban leszel. És tovább gödörheted szegény Charlie-t. Ebéd után, majd ha megettük azt a sok buta szamócát, elmegyünk a régi városi úthoz. Már ezerszer jártunk ott, drágám. Ezerszer. Emlékezni fogsz rá. Hát ez az aranytó. Így van. Igen. Tolnai Klárit és Mensáros Lászlót hallhattuk. És olyan csendben hallgattuk ezt, mintha ott ültünk volna a színházban, nem? Igen. Az ember így meghúzza magát, amikor őket hallgatja. Igen. Milyen fura, hogy ezt a hangszint így, ha az ember így meghallja, akkor teljesen más érzülete van, de ez a mozifilm és a sorozat problematika miatt is fönnáll, meg hát az a sajnálatos dolog, hogy hát ugye ők már nincsenek köztünk. Ugye csináltál rengeteg stúdióban rengeteg szinkront, amikor a nagy öregek és a fiatalok találkoztak, emlékszel olyan esetre, hogy abból valami elképesztően izgalmas dolog keveredett ki, sült ki? Hát itt az aranytó kapcsán annyi volt igazándiból ilyen jelleggel a történet ebből a szempontból, hogy Borozs Zoli volt a kisfiú, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól vezette a Mensáros Laci. Tehát ő tulajdonképpen nagyon sokat segített nekem, szinkronrendezőnek a Laci a munkában, mert talán úgy alakult a forgatás, ha jól emlékszem, hogy hát eleve egyébként a legtöbbet a Borozs Zolival volt, mert ugye amikor kimennek csónakázni, az egy nagy blokk a történetben, úgyhogy a nagy részét úgy vettük, hogy a Zoli és a Laci bácsi együtt voltak, és nagyon-nagyon sokat segített a Zolinak a Mensáros László a munkában. Tehát ez abból is adódik, hogy a szinkronrendező messze ül egy kalitkában, ők meg egymás mellett álltak a mikrofon mellett, és az a testi közelség, és az a adott pillanat, mert ugye mire én leszólok, mire beszólok, mire én, addigra már a Laci nagyon sok mindenben segítette a Zolit. Egyébként az érdekes, hogy kicsit megint elbarangolok, hogy az utóbbi hónapokban ért olyan élmény, hogy sok fiatal színésszel dolgozom, hála az énnek, meg tanítok a színművészetén, és ugye őket is tápolom,
hogy bizony nagyon megrettennek a fiatal színészek, amikor egy nagy nevű művész áll mellette. Nem rettensz meg egyébként volna attól, hogyha ugye az Aranytó az nem most készült, a szinkron sem. Akkor még azért nem csináltál olyan nagyon sok fényt, és akkor ott állaltad másra, srác, és Tolnai Klári, és várják, hogy instruáld, te nem visszakoztál? Igazándiból nem, ugyanis én nagyon-nagyon korán, nagyon fiatalon kerültem a szakmába, olyan 18 évesen rögtön érettségi után bekerültem a tévébe. Tehát mire ide kerültem, addigra már én ott vágóasszisztens voltam, rendezőasszisztens voltam, felvételvezető voltam, gyártásvezető megszoktam voltam. Megszoktam a nagy vadak közelség. Az első 10 év, tehát körülbelül 71-81-ig gyakorlatilag mindenkit megismertem, mindenkivel jóba voltam. És ilyen szempontból nem, tehát, és úgy is éreztem, hogy elfogadnak. Tehát akár a Klárika, még a Laci bácsi is pedig egy kicsit nehezebb eset volt a történetben. Tudni kellett velük bánni, az az igazság. Elsősorban, ami egyébként teljesen belőlem jön, tehát ez egy abszolút természetes dolog volt, hogy a megfelelő tiszteletet irányukban, a szeretet, mindenki iránt kell a szeretet, akkor tudnak dolgozni, van bizalom és van szeretet. Tehát mindenki iránt a szeretet, és az a tisztelet, amit a Klárika meg a Laci iránt érzett az ember, az átsütött. És hogyha te fölkészült vagy a munkádból, és jó instrukciókat adsz, akkor mindenféleképpen elfogadják az embert. Ugyanettájban még csak annyit, hogy a Béres Ilonával dolgoztunk, egy Maria Callas egyébként dokumentumfilmet, és máig büszke vagyok rá, hogy azt mondta az Ilona, hogy Lacikám magához mindig. Tehát nagyjából körülbelül ebből az időszakból való történet. Úgyhogy én nekem nem hál' az égnek nem volt ilyen. Tehát addigra már megszoktam őket. Az első 10 évben rengeteget dolgoztam, és rengeteget ültem bent a stúdióban. Tehát az első években, amikor még vágóasszisztens voltam, akkor én éjszaka dolgoztam, hogy reggelre kész legyen a munkám, és hogy reggeltől bent tudjak ülni a stúdióban, és ott élvezzem, tanuljak és élvezzem azt, amit látok, és ugye hát akkor fantasztikus színészek az ország legnagyobb, hiszen a Kálmán Gyuritól kezdve akkor készültek a Flintstonok, a Váradi Hédép, Sota Csákányi, Márkus környezetében beültem a stúdióba közéjük, tehát rengeteget tanultam, és inkább dolgoztam éjféltől hajnalig, meg hajnalra mentem reggel 4-re, hogy bent tudjak lenni, és élvezzem, és tanuljam. És ahhoz, hogy ilyen bókokat kapj nagy művészektől, ahhoz kell az, hogy mondjuk nagyon hosszú sorozatokat is végignéz. A válaszra kérlek, várd meg a következő részletet, ami történetesen tévésorozatból lesz majd egy részlet. Ez a Mafiózók című sorozat, ami szolgálati közlemény, az én egyik kedvenc tévésorozatom, és hát most és azt hallhat... sem vetem meg. És a Skip is nagyon szereti, köszönöm. És most éppen arra hallunk majd példát, hogy New Jersey-ben hogyan is történik az, amikor a mafiózók védelmi pénzt kérnek egy építkezésen. Hogy van a nagyfiú? Hogy vagyok? A seggem lyuka is malteros, és mindjárt éhen halok. Igazán kitűnő munkát végzel. Próbálj meg ennek örülni. Az a pali egész nap a fülemet rágja. Legszívesebben kinyírnám a mocskot. Hallod, mocsok? Küldj el innen! Tüntess el a francba, hallja? Talán valami baj van? Nézze, egyértelmű, hogy mit akar. Egyértelmű, hogy mit akar? Igen, egyértelmű. Na és mit akarok? Nem hagyja, hogy végezzük a munkánkat. Ő egy szakszervezeti munkavédelmis, és itt marad, amíg el nem hárítanak minden veszélyforrás. Jó, megvan a pénz. Valóban? Christopher, szólj be a központba, hogy ez az úr befizette a tagdíjat, aztán még ellenőrizd a fékpofákat a teherautó. Már is intézkedem. Megszerzem azt a pénzt. Visszajövünk. Na hát így megy a jobb helyeken a pénzbehajtás Tony Soprano vezérletével, akit ugye James Gandolfini, a színész, Kőszegi Ákos szinkronizálta őt, és Rajkai Zoltán volt az ő öccse. Szóval a mafiózók, ez egy egészen hosszú sorozat, hosszú-hosszú évadokból áll, és nagyon fontosak az összefüggések, a karakterek közti összefüggések, kinek mennyire változik a karaktere, ez ugye kihat nagyon sok mindenre, és természetesen a szinkronező munkájára is. Ez azt jelenti, hogy neked végig kellett nézni az egész Sopranos konkrétan? Hát nem. Tulajdonképpen ezért nehéz a dolog, mert jó lenne, de nincsen lehetőség rá. Tehát tulajdonképpen
éppen én körülbelül azt lehet mondani, hogy általában 3 epizódot láttam előre. Hát szinte majdnem mindig eltelt 1 év az előző évadhoz képest, igen, tehát úgy szinkronizáltuk a dolgot. Nagyjából teljes... De megnézted a konkrét epizódot akkor, tehát végignézted persze, a sorozatot. Persze, tehát olyan értelemben, hogy amikor én megkapom, akkor azt a 3 epizódot, ami a következő felvételi adag lesz, az teljesen természetesen végignézi az ember A-tól Z-ig. Hogy aztán később a következő 3 epizódban, vagy a évad végi utolsóban hova fogok fejlődni a történet, azt előre sose tudom. Tehát azt előre sose tudom. Azt a 3-at tudom, ezt 3 epizódot vettünk egy forgatási időszakban, az természetesen elejétől végignézi az ember, végigolvassa időközönként még bizonyos dolgoknak utána, és néz, hogy megy ez, hogy volt a történelemben, volt-e valami hasonló, vagy vannak-e valami olyan konkrét utalások, amit ismernem kéne a világból. Tehát csak azt a 3-at látom. Olyan szempontból is nehéz idő végigkövetni a dolgot, hogy maga a felvétel, tehát ez alatt a 3 epizódból gyakorlatilag nem kronológiában megy. Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, amikor elkezdjük, ide-oda csapongunk a 3 epizódból, hogy most éppen melyik epizódban vagyunk, mi volt előtte, mi lesz utána, miért mondja, ezeket az összefüggéseket végig észben kell tartani, és figyelni kell rá, ami azért nehéz mondom, mert össze-vissza megyünk, össze-vissza vesszük a dolgokat, ahogy éppen a színészt, ahogy optimális a felvétel, és ahogy a színészt ráér. Tehát ilyen szempontból nehéz a dolog. Akkor gyorsan kérdezek, cáfolj, vagy erősíts meg, hogy hallottuk az előbb az Aranytónál, hogy akkor 2 színész van a mikrofon előtt, tehát nem 1, hanem 2 vagy több. Filmnél vagy sorozatnál te melyiket szereted jobban, hogyha ott vannak a színészek sokan, vagy külön-külön, mert akkor izgalmasabb lesz, vagy mik ennek a hátulütői vagy a buktatói, amikor sokan egyszerre, vagy akár nem egyszerre sokan? Az az igazság, hát egyrészt természetesen filmje válogatja, hogy jobb venni. Művészi szempontból mindenféleképpen az a jó, hogyha többen állnak. Tehát legalább egy párbeszéd az egyszerre legyen felvéve, mert azért az szintén már csak nekem is könnyebb a dolgom, meg a színészekkel is egymásnak sokkal könnyebb a dolga, amikor ott van, akinek válaszol, vagy ott van, akitől kérdez, vagy ott van, akivel veszekednek, vagy tépik egymás haját, vagy szerelmesek. Tehát azért az inspirálja mind a két művészt. Technikai szempontok is uralkodnak a történetben. Ez egyrészt az, hogy hát igazándiból azt lehet mondani, hogy optimális egy mikrofonnál 2 színész álljon, a harmadik az már hangtechnikai, hangmérnöki szempontból kicsit nehezebb történet. Ugyanakkor ott van az is, ami a mai fölgyorsult tempóban készült szinkronoknál fontos, hogy nagyobb a hibázási lehetőség, tehát hogyha ketten együtt vannak, akkor ugye dupla a hiba lehetőség, vagy tripla, hogyha 3 vannak. Esetleg olyan aszinkronitások jönnek föl, amit a vágó nem tud utólag helyre tenni, mert ugye minden film utólag még pontosítva van vágással, hogy az minden stimmeljen. Ilyen szempontból jobb, hogyha 2 vannak, vagy ha egyedül van. Művészi szempontból mindenféleképpen. Van még egy történet, hogy azok a DVD és mozi megjelenések, amelyeket nem Magyarországon kevernek, azokat eleve mindenkit külön sávra kell venni, tehát mindenki külön jön. Uh-huh. Ez mondom, ez abból is nehéz, hogy megtalálni, hogy ugyanazzal az intenzitással, ugyanazzal a hangerővel, ugyanúgy szólaljon meg, tudja, hogy mire válaszol. Ilyen szempontból természetesen jobb, ha van partner. A színészek is ilyen szempontból jobban szeretik, ha van partner, akivel tudnak együtt játszani. Gyorsaság szempontjából, technikai szempontból viszont egyszerűbb, hogyha minél kevesebben vannak, vagy egyedül áll a mikrofonnál. Mm-hmm. You didn't go to hell. You went to purgatory, my friend. Yeah.
Csak annyit, egyetlen, mert hogy a fejemet fogom fajba venni, hogyha én ezt nem kérdezem meg. Én ezt már akkor megkérdezem, amikor néztem a sorozatot. Tony Soprano a mafiózókban miért nem szuszog? Egyáltalán nem szuszog, az eredeti színész folyamatosan szuszog, ha alszik, ha ébren van. Nem zavar, mert Kőszegi Ákos zseniális egyébként, csak a Tony Sopranónak a Gandolfini karakteréhez szervesen hozzátartozik. Ennek megmondom őszintén, és akkor most tényleg nagyon őszintén, két oka van. Egyrészt, hogy bizonyos szuszogások rajta voltak az úgynevezett nemzetközi hangon. Tehát ugye nem lehetett duplán szuszogni, mert a nemzetközi hang adott, azt nem nagyon lehet kitódódni, kifódódni, pláne a zene van alatta, olyan atmoszféra van alatta, akkor a nemzetközi hangról az eredeti szuszogást nem tudjuk levenni. Tehát egy csomószor rajta volt a nemzetközi hang. A másik, amit ezt az Ákos maga is bevallotta, talán nem olyan rég egy újságcikkben, hogy valamiért ő egy picit ellenállt ennek a történetnek. Mármint a szuszogásnak. A szuszogásnak, igen, igen. Tehát én... Modorosnak érezte? Én gondolom. Tulajdonképpen sose beszéltük meg, én baromira forszíroztam, hogy szuszog, gusztustalan legyél, mint egy disznó, szabály, csorogjon a nyálad, mint egy disznó, és valahogy az Ákos úgy érezte, hogy valahogy nem. És ebben úgy igazándiból nem jutottunk dűlőre, és miután egy csomószor azt mondta a hangmérnök, hogy rajta van a nemzetközin, itt is rajta van a nemzetközin, itt is rajta van a nemzetközin, így valahogy ez úgy aztán végül az idők folyamán szépen előtt. Köszönöm, szuszolgásügyi kérdést akkor kimerítettük. Akkor nagyon, nagyon viccesen zárójelben térjünk vissza ahhoz, hogy hány színésznek kell a mikrofonnál lennie, hogy jó vagy rossz, vagy kevésbé jobb anyag kerüljön ki az ember keze alól. Kate Blanchett fog beszélgetni Kate Blanchett-tel. Egy csomó paparazzó lebzsel odakint a bejáratnál. Gondolom, téged várnak. Hát, ahogy ez az úgynevezett hírességekkel lenni szokott. Biztosra veszem, hogy időnként kurvára fárasztó tud lenni. De nem nekem. Én szabad vagyok. Igaz, hogy vasam sincs, de teljes mértékig szabad vagyok. Senki se koslat utánam. Kivéve, amikor összekevertek veled. Egyszer betévedtem egy klubba, ahol azt hitték, hogy én te vagyok. Rohadt nagy kitolás. Félre ne érts, biztos mesélsz, hisz mindened megvan. Jó férj, gyönyörű kisbaba, közben utazod a világot, szép szállodákban laksz. Partik. Igen, de tudod, hogy mit mondanak a szomszéd kertjéről. És hogy van a... Francba? Johnny. Ki? Jimmy. Tom. Nem, Jimmy. Bocs. Hogy van? Tommy. Igen. Közel 2 éve, hogy szakítottunk. A Kávé és cigaretta című Jim Jarmusch filmből haladtunk egy részletet. Fűr Anikó beszélgetett Fűr Anikóval. Kate Blanchett-tel. Amikor olyan filmet forgattok, ami sok szereplős, de sketchfilm, ahogy a Kávé és cigaretta esetében is volt, akkor hova tevődik a hangsúly? Akkor szépen leültök, és végig gondoljátok, hogy mondjuk ennek a... Mert pont a Kávés cigarettával kapcsán ez egy olyan film, hogy nagyon, nagyon sok bolond karakter van benne, de a drámától egészen a végjátékig terjed, hogy ott az alkotó munka miben nyilvánul meg, hogy inkább a hangokat próbáljátok megtalálni, vagy inkább azon agyaltok, hogy technikailag hogy fogjátok megoldani, vagy így az egész együtt. Hát az egész együtt, de alapjaiban azt kell, hogy mondjam, hogy a két különböző karakternek a hangját, stílusát, egyéniségét próbáljuk megtalálni. Tehát a technikai része az már egy másik történet. A két karakter, tehát hogy a Fűr Anikó ilyen meg olyan legyen, azt találjuk ki. Tulajdonképpen meg kell, hogy mondjam, nem igazán hosszú idő alatt, tehát megnézünk 2-3 tekercset, vagy egy pár percet a filmből, és akkor azt mondom, hogy akkor egyrészt a technikai részében olyan, hogy ez az egyik legyen a mélyebb hangot, ez legyen a mélyebb, az legyen a magasabb, ez a közönségesebb, ez a szendébb legyen a világos szőkép hangod, a durvább legyen a fekete, a mélyebb hangod, tehát ezt úgy megbeszéljük előre, és aztán vannak színészek, többek között pont az Anikó is olyan, akik olyanfajta kihívásnak érzik ezt a történetet, hogyha a technika engedi, akkor
egyszerre csinálja a kettőt. Tehát nem állunk le, és nem azt mondjuk, hogy most csak a szőkét vesszük föl, és aztán ha fölvettük, akkor utána menjünk a barnára, hanem az adott tekercsen belül, ami egyébként ugye ilyen 30 másodperc körüli etap, amit egyszerre szinkronizálunk, ő abban a 30 másodpercben ezt a párbeszédet automatikusan csinálja mindenféle leállás nélkül, mert hát nagyon jó színésznő, nagyon érti a technikai részét is a dolognak, úgyhogy ennyi tulajdonképpen. Akkor térjünk vissza a nőkhöz. Gellért, segíts nekem, hogy mit akarsz most felvezetni. Hát ez most nagyon csajos dolog lesz, most következik. Tulajdonképpen az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb úgynevezett tini sorozata következik, ami igazából nagyon raffinált, mert nem tini sorozat, hanem női sorozat, és nem is női sorozat, hanem mindenkinek szól. És ez bonyolultan hangzik, pedig nem az. Ez a Szívek szállodája című sorozat, amiben fontos szerephez jut egy fiatal anyuka, az ő kislánya, és egy kávézós éttermes férfi, tulajdonképpen az ő háromszögükről, vidám háromszögükről szól a sorozat történetek a nagy része, és hát ami most következik, az ennek a sztorinak az eszenciáját nyújtja. Szóval mesélj erről a fiúról. Eláruljam, mit szeretek a kapcsolatunkban. Hogy tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, sosem lépted át azt a bizonyos határt. Akkor mesélj a fiúról. Anyu! Jó képű? Úristen, milyen kérdés. Gyerünk, úgyis rájövök. Tényleg, hogyan? Kémkedek. Kávé. Krumpli. Nézni se bírom. Szörnyen egészségtelen. Rory, tedd le azt a kávét. Ha nem vigyázol, olyan leszel, mint anyád. Bocs, már késő. Ez volt a Szívek szállodája című kultusz tévésorozatból egy részlet Pápai Erika, Bogdányi Titanilla és László Zsolt előadásában. Na már most ez a sorozat, ez valóban, én azt mondtam rá, hogy rafkós vagy hogy ravasz, én valóban annak tartom, mert nagyon szabadszájúnak mutatja magát, ugyanakkor egy darab káromkodás nincs benne, nagyon forradalminak mutatja magát, ugyanakkor ez egy végleteki konzervatív családi sorozat az alapértékekről és ilyenekről, és meg vagyok győződve arról, hogy a magyar sikere az legalább 40%-ban a magyar szinkronnak köszönhető. Pápai Erika egyszerűen fantasztikus, és a többiek is azok. És ezen túl pedig a rendkívül pörgő párbeszédeknek, amik tele vannak popkulturális utalásokkal, kis belső és külső poénokkal. Na már most egy szinkronrendező, én azt gondolom, amikor egy ilyen sorozatot csinál, akkor egyrésztről értenie kell talán az angol szöveget is, bár ezt a fordító nyilván valamennyire elvégzi, de hogy a ritmusát azért értenie kell, ugyanakkor meg ez már tényleg olyan kicsit, mint a színházat csinálna az ember, nem? Mert azért itt néha a sorozatban nem csak hárman beszélnek, hanem néha hatan is kiabálnak. Hát, hogyne. Ez a, talán mondhatom, ez a mikroszinkronban készült, ahol a technika, illetve a stúdió berendezés megengedi, hogy két mikrofon van paravánnal elválaszva, tehát valóban előfordult, hogy hatan álltak a mikrofonnál, egyik mikrofonnál hárman, a másik mikrofonnál hárman, de négyen szinte biztos, hiszen a Pápai Erika, Bogdányi Titanilla, Földi Teri, aki a nagymamát szinkronizálta, és Bács Ferenc, aki a nagypapát, tehát ők szinte mindig együtt voltak bent egyszerre négyen. Hát időközönként nehéz levezényelni természetesen ezt a történetet. Mi nagyon-nagyon szerettük, mindenkinek nagyon nehéz volt a feladata, azt kell, hogy mondjam. Színészileg, beszédtechnikailag, értelmileg és mindenféle szempontból. Volt egy olyan fáma a történetben, hogy állítólag az eredeti forgatókönyvíráskor megszabták, hogy egy másodpercen belül, vagy nem tudom én milyen idő intervallumon belül hány szótagnak kell elhangzania, hogy a dolog pergősége meg ritmusa megmaradjon.
Szerencsére nagyon jó dramaturgok, nagyon jó magyar szövegírók voltak, hiszen tényleg mindenki szerette a sorozatot. Picit itt visszakapcsolnék még pont arra, hogy a Papa Erika-nak a hangja nem hasonlít az eredeti színésznőre. Egyáltalán nem. Sőt, nem hasonlít sőt az eredeti színésznőnek, és ezért Papa Erika biztos nem fog megharagudni, de hát az eredeti színésznő kanyarban nincsen tehetségileg a Papa Erikához, sőt kifejezetten idegesítő az orgánuma. Tehát, ezért mondom, hogy nem feltétlen fontos időközönként. Alapvetően, amikor az Erikát, illetve kerestem a szereplőt, magyar színészt, akkor fiatalos, energikus, de már van egy gyereke. Tehát tulajdonképpen tényleg ott abból indultam ki, hogy ki az a magyar színésznő, aki fiatal, meg fiatalos, meg gyereke van, meg humoros, de ugyanakkor intellektuális humora is van, hiszen nagyon sok megfelelő műveltséggel rendelkezik, mert ugye nagyon-nagyon sok utalás van az amerikai közéletre, kultúrára, filmművészetre, tévé dolgokra. Úgyhogy, és hát szerencsére tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nem volt olyan hosszú gondolkodás, amikor megtalált Amerikát erre a történetre. Hát imádtuk, mindenki imádta. Ugyanez érvényes a László Zsoltra is, aki sokkal jobb, mint az eredeti színész. László Zsolt kinyitja a száját, és az ember meg szeretné hívni egy kávéra. De valaki bejött a szinkron stúdióba, amikor dolgoztunk, és hallotta eredeti hanggal a filmet, és utána hallotta a Zsolttal, és azt mondta, hogy hát mennyivel jobb? Hát tényleg, tehát azért mondom, hogy ilyen szempontból is nagyszerű, hogy megtaláltuk azokat a habitusú, játékstílusú egyéniségeket a magyar színészekben, akik ezt tökéletesen hozták. Lassan az adásidő vége felé járunk, de van egy dolog, amit feltétlenül meg szeretném megkérdezni mai vendégünktől, Aprics Lászlótól. Mégpedig az, hogy hát ugye mi már beszélgetünk itt egy ideje, mondjuk 40 perce, a Gáborral is meg velem, hogy természetesen tehetségünk nincs, tehát mi nem gondoljuk, hogy szinkron színészeknek alkalmasok lennénk, de van egy orgánumunk, hiszen orgánuma mindenkinek van, ilyen vagy olyan. Hogyha most azt kérdeznénk, és nem csak kérdeznénk, hanem meg is kérdezem, hogy alkatilag a mi hangunk egy filmben milyen típusú színésznek lenne, milyen karakternek, és hogyha természetesen iszonyatosan meg lennénk tisztelve, ha konkrét színészt is tudna mondani. Nem hisszük el, csak a játék kedvéért. Hú, hát ez most hirtelen váratlanul ért a kérdés. Lehet Tom és Jerry is. Nem rád mindenféleképpen érdekes módon egy vígját, biztos, hogy vígjátéki karakter szerű történet lenne, tehát mondjuk régi színész mondanék talán, hogy Buster Keaton, vagy valami ilyen... Néma filmsztár, akit aztán persze később, vagy a Stan és Bambol a vékony színész, rád pedig hát valami kamaszos Gábor, történet lenne. Kamaszos történet lenne. Nem tudom, hány éves vagy, de... 32. 32? Hát simán rád osztanék a 18 éves. Harry Potter. Tényleg. Figyelj, Aprics László azt mondta Skipre, hogy Harry Potter. Én mondjuk Brad Pittre számítottam részemről, nem tudom, az összeg, de mindegy. Hát azért ez is valami. Aprics Lászlónak nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Ez volt a Magyar Változat című műsor itt a Kossuth Rádióban. Én Kovács Gellért voltam. Én pedig Gyulai Gábor. Itt pedig a Kossuth Rádióban hamarosan következik a Vers napról napra című műsor, utána pedig hírek. Köszönjük, hogy meghallgattak minket, minden jót kívánunk!